A furnitúr egy bútorbolt, ahol a lakberendezési tárgyak mellett speciális szolgáltatásokkal is találja szembe magát az odalátogató. Vinnai András darabját a Pécsi Nemzeti Színházban mutatták be, nem sokára a rendezővel, Anger Zsolttal beszélgetek. Halló, itt vagyok! A vágylistám is itt van! A darab főszereplője úgy érzi, felkészült az apaságra, már csak a lakását kellene átalakítania a gyermekáldáshoz. Ehhez nyújt segítséget a furnitúr lakberendezési áruház. De mivel hogy én nagyon fiatal vagyok, még 25 éves vagyok, és jelenleg, illetve hát még nincs családom, ezért nyilván nem tudtam elővenni a tarsomból ezeket a kis tapasztalatokat, tapasztalatkártyákat. Próbáltam a fantáziámra bízni, és hát nyilván a Zsolt segítségével ezeket a feladatokat, akadályokat megugrani. A darab kérdéseket boncolgat, szerepekről, kapcsolatokról, arról, hogy hol a helyünk és hova tartunk a világban. Mindezt iróniával vegyítve, hiszen a furnitúr, mint jó bútorgyár, az ügyfél kérése nélkül is segít. Megtanítja például, hogyan kell használni az orrszívó elnevezésű kínzóeszközt, vagy hogy lehet leküzdeni a gyerekbetegségeket. A leendő apa pedig vizsgázik, hogy jó-e, az csak a kasszánál derül ki. Anger Zsolt, a darab rendezője itt van velem. Bútorozott tragikomédia élő zenével és halott álmokkal. Igazán elképesztő ez az alcím, amivel a darab rendelkezik. Mik ezek a halott álmok? Hát mindnyájunknak vannak halott álmai, és mivel hogy ez a színdarab egy igazából egy nagy egybefüggő kétfelvonásos lázálom és rémálom, ami egy férfinak a családalapítással kapcsolatos, meg egyáltalán egy az élettel kapcsolatos félelmeiről szól, és hát bizony ahhoz, hogy az ember családot alapítson, és tényleg jól csinálja azt, nagyon sok mindenről le kell mondania, meg sok mindent meg kell ölnie magában, hát egy picit erről is szól ez a szerep. Tehát a valóság tulajdonképpen az a félelem, ami ebből van. Mert van az álom, ami történik, egy előremutatás, egy jövő, és akkor a félelmek a valóság. Tényleg erről szól egy férfi szemszögéből, ugye nagyon sok darabban a női szemszögeket ismerjük meg, itt viszont nagyon különlegesen a férfiakra koncentrál a darab. Igen, Vinnai András az író, ez nagyon bátran és nagyon őszintén megfogalmazza, nyilván a saját fura nyelvén, egy elképesztő szürreális és groteszk figura, egyébként önmagában ő maga is, tehát az András is, és az írásai meg ráadásul még pláne, nagyon őszintén megfogalmazza, hogy milyen félelmek, meg milyen aggodalmak vannak egy férfiban, amikor családot alapít, és azt nyilván ilyen vagy olyan módon mindjárt átéltük, akár gyerekként, akár felnőttként, akár csak a környezetünkben láthatjuk, de mi nem nyomasztunk ezzel, hanem pont szórakoztatni szeretnénk, és természetesen emellett meg nagyon mélyen gondolkodtatni. Szórakoztató és elgondolkodtató számodra ez a legfontosabb igen, misszió. Igen, mindig a darab rendezése kapcsán. Mi az, ami miatt mégis, mi az, amiből kiold? Ez egy feszült helyzet, a félelmekről beszélgetünk. Mik oldanak ki pontról pontra ebben a darabban? Mi az, amit egy kicsit a néző úgy érezheti, hogy mégis szórakozik? Rengeteg humorral van tálalva. Én azt gondolom, hogy a humor, vagy a humornak az egyik legjobb forrása az, hogyha viccesek akarunk lenni, vagy poénkodunk, hanem hogyha... Ha valóban kétségbe esett és szorult helyzetben lévő embereket látunk tényleg az ideg összeomlás határán, akkor az egy idő után annyira, tehát hogyha átmegy egy bizonyos határon, akkor egyszerűen muszáj nevetnünk rajta. Vagy mert önmagunkon. Nem is, mert önmagunkon nevetünk, pontosan így van. Mert felismerjük magunkban ugyanazt azt a lehetetlen alakot, aki egy ilyen nem tud megoldani egy egyszerű helyzetet. Például azt, hogy a feleség azt mondja, hova tetted a fogkefém, nem tudom, te tetted, és akkor ebből már van egy 20 perces jelenet, hogy erről vitáznak, hogy kinél van a fogkefe. Tehát nagyon, nagyon a gyökerénél fogta meg a Vinnai, nagyon-nagyon hétköznapi helyzeteket magasztosít fel, ilyen nagyon-nagyon vicces helyzetekkel, és tényleg elgondolkodik az ember, hogy mi... kik is vagyunk, mi voltak éppen. Azt éreztem, hogy nagyon sokszor szimbólum szintjén dolgozik az előadás, és nekem ez az egész bútoráruház egy ilyen belső lakberendezést is jelent, tehát a belsőnkben való átrendeződést egy új helyzet kapcsán. Igen, ez érdekes, hogy ezt mondod, mert valójában ez a lényege a darabnak. A furnitúr az egy bútoráruház, ami ilyen nagyon szürreális módon, hogyha az ember oda belép, akkor ugye azt fogalmazza meg a Vinnai, hogy ezek a bútorok lesznek az életünknek a tanúi.
És ezek a tanúk pedig előrevetítik, hogy ezek között a bútorok között mi majd milyen életet fogunk élni. Tehát ott a vásárló egyszer csak egy ilyen furcsa, ilyen transz álomba merül, és lefut előtte az egész élete. Feleségestől, gyereknevelésestől, szexuális problémáktól, indulatkezelésestől, tehát minden, ami előfordulhat egy párkapcsolatban. És természetesen a nevetés az, ami old, és utána pedig szerintem a színházból hazafelé a séta, amíg az ember megfogja a párja kezét, vagy a szülei kezét, vagy a gyerekei kezét, és hazasétálnak, és közben elbeszélgetnek arról, hogy figyelj, ez hogy is van. Az a jó benne szerintem, hogy nem old fel semmit, nem üzen, tehát nem tudjuk mi sem a megoldást, csak felteszünk egy csomó kérdőjelet, amiről aztán érdemes elbeszélgetni. És dalokkal fűszerezett ez az előadás, milyen dalokat képzeljünk vele ebbe a hangulatba, ebbe a groteszk és abszurd hangulatba? Hát Bókai Zoltánnak köszönhető a zene, a Vinnainak a szintén nagyon szürreális és groteszk dalszövegeire Bókai írt egy olyan zenét, én azt mondtam neki, hogy legyen olyan, amit én a második sortól már érezzem úgy, hogy mintha ezt már hallottam volna. És egy annyira fülbemászó, ilyen nagyon eklektikus zenei palettát rakott össze a Bókai, hogy azt mondtam neki, hogy ha nem lett volna ez a tehát hogyha most kellene elnevezni, vagy műfaji meghatározást adni neki, akkor azt mondanám, hogy poperett. Tehát ez egy 21. századi pop operett, tehát egy pop operett. Március 9-én láthatjuk legközelebb ezt a pop operettet. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm az érdeklődést.